A NANE és a Patent Egyesület évekkel ezelőtt olyan munkacsoportot hozott létre, amelyben jogászok, szociális munkások, pszichológusok és rendőrök azon dolgoznak, hogy a párkapcsolati erőszak elleni fellépés rendszerszerű hibáit feltárják és javaslatokat dolgozzanak ki a megoldásra. A jogalkalmazásban felmerülő súlyos akadály, hogy a családon belüli erőszakra jellemző váltakozó magatartásokat egy-egy jogterületen belül is egyenként egymástól függetlenül bírálnak el. A BTK az kapcsolati erőszakot említ, tehát nem párkapcsolati erőszakot, és maga ez a kapcsolati erőszak, ezt én úgy fognám fel, mint egy szakszó. Tehát ez jogilag nevezzük kapcsolati erőszaknak, mert hogy ez egy tágabb fogalom, mint a családon belüli erőszak. Tehát ugye egymás között mindig azt mondjuk, hogy ha egy erőszakos cselekedet történik ugye egy családban, hogy ez családon belüli erőszak, és lényegében a kapcsolati erőszak is ugyanazt jelenti, csak az jogilag van megfogalmazva, mert hogy ez egy tágabb kört ölel fel, tehát nem csak mondjuk a férjet és a feleséget, hanem hogyha azt nézem, akkor mondjuk az élettársakat, illetve azokat is összefoglalja, akik ugye csak mondjuk együtt élnek, és közöttük történik például erőszak. Az elszigeteltnek tűnő események során a bántalmazó legtöbbször apró fokozatokban jut el a parancsolgatástól a megalázáson, majd a könnyű testi sértésen keresztül a súlyos fizikai erőszakig, akár az emberölésig. Az ügyek egységes szemléletű kezelése nem valósul meg a jogalkalmazás során, az áldozatok számára azonban az egész folyamat egységesen okozza a végső ellehetetlenülést. Az egységes és hatékony kezelés egyik fő akadálya így éppen a jogszabályokban és a jogalkalmazásban rejlik. Az áldozatok egyébként mindig később jönnek rá arra, hogy ők áldozatok, és egyébként ők mindig magukat hibáztatják nagyon sokáig. Tehát ugye a bántalmazó az megpróbálja azt a hatást elérni, hogy a bántalmazottban azt az érzést keltse fel, hogy igazából ő a hibás. És ezt a bántalmazottak el is hiszik. Ugye eluralkodik bennük a félelem, félnek a kiszolgáltatottságtól, hogyha mondjuk gyermekük van, akkor félnek attól, hogy elveszítik a gyermeküket, hogy utcára kerülnek, és mindig egy nagyon drasztikus dolognak kell történnie ahhoz, hogy tényleg ők azt mondják, hogy esetleg távoznak a közös lakásból, vagy megszöknek a gyermekükkel a bántalmazóval közös lakásukból. Tehát ez mindig egy már nagyon drasztikus pont. Tehát lehet, hogy akkor már régen többször vér is folyt, ugye nem mernek adott esetben a hatóságokhoz fordulni, mert hogyha mondjuk a hatóságokhoz fordulnak, akkor mondjuk 72 óra eltelik, és ugyanúgy otthon van a bántalmazója, tehát nyilván az semmit nem jelent, még jobban bedühödik a bántalmazó, következőkor még erőszakosabb lesz, tehát érdemi segítségük ezeknek az embereknek sajnos nincsen, és tényleg az már egy nagyon drasztikus pont, amikor ők azt mondják, hogy ők elhagyják a bántalmazójukat. A családon belüli erőszak esetében a bántalmazás folyamat jellege nehezen feltárható. A hatályos magyar törvények értelmében a jogalkalmazók csak az egyes erőszak eseményeket értékelik, amelyek egyenként gyakran csekély súlyúak. Ezen bűncselekmények elkövetése esetén éppen az a romboló, hogy a könnyebb és a súlyosabb cselekményeket a bántalmazók felváltva hosszú időn keresztül rendszeresen követik el. A különböző jogsegélyszervezetek azonban töretlenül azon dolgoznak, hogy minden bajban lévőnek segíteni tudjanak, pszichésen, fizikálisan és jogilag egyaránt.